Kucsák István legénysége immáron Pest megye másodosztály déli csoportjának bajnokaként léphetett pályára szombat délután hazai pályán. Az eltiltások és sérülések következtében megfogyatkozott kerektel vágtak neki a zöld-fehérben játszó Taksony elleni összecsapásnak. Az első fél időben mindkét oldalon adottak próbálkozások, a hazai gólparádé váratott magára. A labda mindkét térfélen megfordult, a visszatámadásokból egyik csapat sem tudta megszerezni a mérkőzés vezető találatát. Az első félidei gólcsendet követően az 53. percben egy labdaszerzésből Pék Rihárd kapott jó beadást, megszerezve a vezetést a dabasi csapat számára. A válasz azonban nem maradt el, Várfalvi találatával 1-1-es döntetlenre állt az eredmény. Hazai és vendég oldalon egyaránt kapu elé került a labda. Újabb találat a védekezésnek köszönhetően egyik térfélen sem született. A hazai nézők sokáig izgulhattak. Pék Rihárd a 86. percben örvendeztette meg a szurkolókat, amikor újabb találatával beállította a 2-1-es végeredményt. Most Taksony ellen játszottatok, milyen volt az ellenfél, milyen volt maga a mérkőzés és a hangulat? Hát nagyon nehéz volt a mérkőzés, nagyon melegben játszottunk. Nehezen született meg az első gól, odáig nagyon nehéz volt a mérkőzés. Hát az ellenfél ívelgetésben próbálta helyzetbe hozni magát. Mi próbáltunk kombinatívan játszani, helyek közel sikerült, és az ellenfél 30 méter szép szabadrugásból egyenlített, egy-két percig picit megfogta ezt a csapatot, és utána nagy nehezen sikerült megnyerni a mérkőzést. Ha jól hallottam az edzőtől, akkor neked is benne volt a lábad ebben. Hát igen, most jól jött ki a lépés, két gólt lőttem, rég volt már erre példa, kihagytam fél évet, és most kezdem összekapni magam. Milyen volt ez az elmúlt évad, ez az elmúlt idény, hogyan, játékosként hogyan tudnád ezt értékelni? Hát én az első fél évben a csapat rendelkezésre nem állhattam, mert télen igazoltam Dabasra. Hát az elején nehéz volt, mert kevesebb játék lehetőséget kaptam, mert utol kellett érnem magam, de a negyedik-ötödik fordulóra a csapat összeérett, és egyre magabiztosabban nyertem meccseket. Egyébként érdekes, hogy már ugye múlt héten eldőlt, hogy bajnokok lettetek, de még így is mindenki nagyon feszült volt ezen a mérkőzésen, amíg azán tudtatok felszabadultan játszani. Hát igen, mert senki se szeret kikapni, mindenki győztes típus, hát aki ezért csinálja. A hazai gól király te vagy itt a csapaton belül, ez milyen érzés? Hát nagyon jó, kell hozzá sok jó társ, úgyhogy ez egy nagyon jó csapat egyébként. Milyen tervek vannak a jövőre nézve? Nem beszéltünk semmit a jövővel kapcsolatban, örülünk a bajnoki címnek, aztán majd leülünk, átbeszéljük, hogy hogyan tovább, majd ez még a jövő zenéje. És mi lesz még, hány mérkőzésetek van még hátra? Jövő héten megyünk gyára, és az lesz az utolsó mérkőzésünk. Hogyan fogjátok megünnepelni a bajnoki címet? Hát mi ezt folyamatosan ünnepeljük, igazából jövő héten valahol össze fogunk ülni, ez biztos, és akkor fogunk egy nagyot. A dabasi csapat az idegenbeli sikert követően most először ünnepelhette hazai környezetben a bajnoki címét az utolsó forduló előtt. A következő szezont a keret már a megyei első osztályban folytatja, ahol ismét a bajnoki cím lesz a cél. Hát a Taksony ellen edzőként és játékosként is jelen voltál a pályán. Milyen volt a mérkőzés? Köszönjük szépen, győzelemmel zártunk, tehát ez ebből a szempontból mindenképp jól nézett ki. A játékképe nem tetszett nekem igazán edzőként, ha már így említetted. Próbáltunk
játszani, sokat passzolni, cselezni, gyors megindulások, lendületes elfutások, de aztán 15-20 perc után, amikor a csapat úgy érezte, hogy nagyjából ez rendben van, akkor egy picit visszavettünk a tempóból, és egy kicsit ilyen langyos lett az egész meccs. Nyilván most ilyenkor szokták mondani, hogy sütött a nap, az idő miatt, stb. Ez persze picit biztos, hogy benne van a pakliba, de nem ezen múlt, egy picit visszavettünk. Nyilván teljesen új csapattal játszottunk most, 8-an nem tudtak játszani az alapkeretből, az alapcsapatból. Aztán a második fél időben pedig ugye gólt szereztünk, amire kaptunk egyet, és ugye az egy-egy után a 82.-3. percben tudtuk megszerezni ugye a döntő gólt. A játéka nem voltam maximálisan elégedett, de azzal, hogy a csapat az egészhez hozzáállt, megcsinálták. Szinte maradéktalanul, amit kértem, úgy néz ki, hogy most nagyjából ebben a maiban ennyi volt benne. Milyen tervek vannak a jövőre nézve? Még van egy mérkőzésetek, de utána mi várható majd? Változás, esetleg játékos cserék, hogyan fog összeállni majd a következő csapat? Benne az öltözőben elmondtam a fiúknak, hogy a jövő heti vasárnapi mérkőzésre elvárom, hogy mindenki 100%-osan készüljön fel és koncentráljon oda, mert úgy néz ki az egész bajnokság jól, és egy futballcsapat úgy néz ki jól, hogyha az utolsó meccset is komolyan veszi és megnyeri. Számomra ez nagyon fontos lenne, hogy ez így legyen. Aztán a nyarat, érdekes módon mi focisták, a nyarunk nekünk elég vékony szokott lenni, tehát összesen 2 hetünk lesz, amikor nem lesz semmilyen jellegű mozgás. Aztán július elején, 8-10-e körül kezdjük a felkészülést, megy első osztályban, és ahogy már többször elmondtam, és több helyen meg is jelent, hogy az NB3-as csapatot szeretnénk egy picit jobban segíteni, szeretnénk a fiataloknak teret adni ebben a megye 1-es csapatban. A jelenlegi keretből én azt gondolom, hogy mindenkire számítunk, az egyesület, a vezetősége közösen persze. Egy-két játékos erősítés azért el kell, van is tervben, pár játékossal beszélgettem már erről, van, aki esetleg érdeklődik, szeretnénk Dabas környéki, dabasi srácokat megfogni, nyilván a megye egy az már egy picit talán hívogatóbb, szeretnénk az ifjúból azt a pár játékos fölhozni, és az 1-2-3 igazán minőségi jó játékos szeretnénk még megtalálni, aki magáénak érzi ezt az egész dolgot, amit mi tudunk csinálni.